A közvéleménykutatást az egyik fő tevékenységének hirdeti a Századvék honlapja. Néhány nappal karácsony előtt jelent meg a közbeszerzési értesítőben, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapták a megbízást. A pályázat kiírása szerint Magyarországon és az Unió többi 27 tagállamában kell ezer-ezer ember telefonon megkérdezniük aktuális társadalmi és politikai témákról. 15 percig kell beszélgetniük 28 ezer uniós polgárral, és a tapasztalatokból beszámolókat kell készíteniük a kormánynak. Az átlátszó.hu cikke szerint ezért 791 millió forintot kaphatnak. Ebből a pénzből kell kifizetniük a telefonszámlát és a munkatársak fizetését. A demokratikus koalíció szerint ez felesleges kiadás. A demokratikus koalíciót felháborítja, hogy ismét az adófizetők pénzét szórja a kormány a haveroknak és olyan cégeknek, amelyek gyakorlatilag semmilyen használható munkát nem végeznek azon kívül, hogy kiszolgálják ezt a nemzetrontó kormányt. A pénzt nem erre kellene fordítani, ilyen fölösleges kiadásokra. Látjuk, hogy nagy bajban van az egészségügy, hogy magyarok százezrei éheznek, erre kellene a közpénzt fordítani és nem ilyen ostobaságokra. A század vég nyáron nyert el egy keretszerződést a Fejlesztési Minisztérium közbeszerzési pályázatán 6,1 milliárd forintért. A cég egyik vezetőjének korábbi nyilatkozata szerint ők még olcsók is. 23 szakpolitikai területen végezzük ezt a rendkívül e, komoly munkát, e, amely egyébként tudomásom szerint komoly megtakarítást jelent az előző évek hasonló e, tanácsadási munkáihoz képest. A TASZ több éve pereskedik azért, hogy a század vég korábbi tanulmányai nyilvánosságra kerüljenek, mert szerintük akkor lehetne megtudni, megértéke a rá Pénzt. A kúria novemberben döntött a javukra. Ma is kerestük a század véget de nem válaszoltak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium írásban azt válaszolta, a 791 millió forint is csak keretösszeg ebből annyit fognak átutalni, amennyi munkát és költséget a cég igazolni tud.